Muhi Verona nyugalmazott tanítónőt idén már harmadszor rabolták ki. A kutyája ugyan ugatott, de nem merte az udvarra kiengedni. A házőrző a szobában volt. A 82 éves asszony most éjjelente nagyon fél. Nem érzi magát biztonságban, annak ellenére sem, hogy 100 méterrel lakik a rendőrségtől. Barófimat vitték el egyik alkalommal. A férjem nagyszülőktől maradt fejszémet elvitték, azután behatoltak a kamrámba, és kipakolták az összes húst, még a vöröshagymámat is elvitték. Egyedül csak a megykompótnak valót hagyták meg az ismeretlenek. Csekik István udvarán keresztül menekültek a tolvajok. Ezt a lakatlan házat törték volna fel, a szomszéd kutyája viszont ugatással figyelmeztette a lakosokat. A lopók végül csak ezt az üres zacskót hagyták hátra. Meg lettek zavarva, igenis, ott felejtették még a szerszámjukat is. A fekete nylon zacskókat, meg a hidegvágót, amivel próbálták volna valamit keresni. A tolvajok itt a Petőfi Sándor utcában három udvaron keresztül menekültek, végül itt ezen a falon ugrottak ki. A lábnyomok még jól láthatók. A megkérdezett bácskosútfalviak égető problémának tartják a megélhetési bűnözést. Van egy pár család ilyen rosszabb sorsban, akik eddig is mondjam, abból éltek. És gondolkoztunk ezen a polgárőrségen, ami bevált Temerinbe, meg szóval elég sok helyen, mert voltunk gyűlésen, de az a baj, hogy a falu ezt nem nagyon támogatná. A rendőrségi adatok szerint az egész topolyai községben tavaly 110 minősített lopás történt. A bűnözés megakadályozása érdekében 2011 óta több járőr teljesít szolgálatot Bácskosútfalván. Hogyha Maravicai rendőrosztály területét figyeljük, akkor egy kicsit megerősítettük a járőrözés számát és a nyomozóosztály jelenlétét, a nyomozóosztály munkásainak jelenlétét a területen. A kisebb lopások azért is szaporodhattak el, mivel 15 ezer dinárig a rendőrség hivatalból nem indít eljárást. A károsultnak kell magánper keretében bebizonyítania az igazát. Bácskosútfalva helyi közösségének elnöke szerint a törvénymódosítás segíthet ezügyben. Az a 15 ezer dináros plafon, ami úgy szokták mondani, hogy addig lehet lopni, ez persze nem igaz, de nem indul hivatalos eljárás, az most a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére 3-tól 5 ezer dinára csökkenne le. Szerbiában májusban lesznek választások. Kérdés, hogy összeül-e addig egyáltalán a parlament, és az is, hogy a képviselők többsége támogatja-e a VMS indítványát. A politikai helyzet miatt az sem kizárt, hogy erről a javaslatról majd csak az új összetételű parlament dönt.